Sziasztok! Egyszer régen élt egy matematikus, akinek büntetésből nagyon sokat kellett papíron számolnia. Például sokszor kellett leírni azt, hogy 3x3x3. Észrevett, hogy ez 4 darab, hát valahogy le lehetne ezt rövidíteni. Írjuk azt, hogy 3 a negyediken. Le is írta kollégájának, hogy ez az új jelölés azt jelenti, hogy egy egész szám fölé egy másik egész számot írok, akkor az egy egészt kell összeszorozni a második egész szám darabszor. A kollégája ezt meglátta, meg is örült neki, hogy ez fantasztikus, de hát ezt sokkal tömörebben le lehet írni. Legyen A és N egész, A fölött az N, vagyis A az N-ediken, az legyen az, hogy N darabszor összeszorozzuk az A-t. Jusson eszetekbe, akárhányszor egy ilyen kifejezést megláttok, az egy értelmes mondat, csak nagyon-nagyon tömören leírva. Aztán ez a kolléga tovább számolt, és a 3 a negyedikent össze kellett szorozni a 3-mal. Észrevett, hogy az első fele 4 darab, a másik fele 1 darab, tehát ez összesen 5 darab 3-as, tömören leírva 3 az 5-en. Semmi új dolgot nem csináltunk, csak használtuk az új jelölést. Aztán jött a következő, a 3 az 5-szer 3x3, tehát ezt rögtön úgy is lehetett volna írni, hogy 3 az 5-szer 3 a másodikon. Bal oldalon 5 darab, jobb oldalon 2 darab 3-as áll, összesen 3 a 7-en. Föl is írta magának ez a kolléga, tehát ez a felső szám, ez a darabszámot jelenti a szorzásban. Ezt nagyon fontos megjegyezni, a felső szám, darabszám. Ez alapján fogalmazta meg egy sejtését, hogyha egy számot egyszer n-ediken, második m-edikre hatványozzunk, majd összeszorozzuk, akkor az n plusz m-edik hatványát kapjuk annak a számnak. Később ez lett az első hatványazonosság.